1 millió forint készpénzt mutogatott közösségi oldalán Karácsony Gergely DK-s polgármester helyettese Horváth Zsolt, ezt írja a Bors. A lap közé tette a fotót is. Az M1-nek nyilatkozó politikai elemző szerint a fotó csak azt erősíti, hogy Zuglóban gangster politikát folytatnak. Karácsony Gergely helyettese 1 millió forinttal pózol az egyik közösségi oldalon, erről írt a Bors. A cikkhez becsatolták az erről szóló fotót is, amelyen Horváth Zsolt 14. kerületi alpolgármester mosolyogva tart a kezében 1 millió forintot 10 000-es címletekben. A lap azt állítja, a polgármester helyettes Gyurcsány Ferenc titkos szolgálati tisztjéből lett Karácsony Gergely helyettese. A Bors szerint még az sem számított, hogy így példátlan módon már 4 alpolgármester is lett Zuglóban. A cikkben kitérnek arra is, hogy a férfi kezében látható összeg az 1 millió forint, pontosan annyi, mint amennyit sajtóhírek szerint Zugló naponta veszíthet a parkolási rendszere miatt. A polgármester úr fölhívott és tájékoztatott arra, hogy ez a fotó ez egy hamisítvány. Karácsony Gergely úgy reagált, hogy kollégája szerint a fénykép egy hamisítvány, és az ügyben perelni fog. Egy mezei kvázi rendőrből lett titkos szolga. Az M1-nek nyilatkozó politikai elemző szerint a Facebookra feltöltött provokatív fotó csak azt erősíti, hogy Zuglóba visszatért a 90-es évek gangster politikája. Zuglóban sorra jönnek ugyanazok az ügyek, mondom, akik ezt a 90-es évek gangster politikáját idézi, és láthatóan Karácsony Gergely külön azért érdekes módon, pedig tudok mondani azért ellenzéki polgármestereket, még akár a fővárosban is, ott van Tóth József a 13. kerületben, nagyon hosszú ideje vezeti Angyalföldet, mégsem hallunk körülötte ilyen botrányokat. Farkas Jörs szürreálisnak nevezte az elmúlt 5 évben kialakult zuglói helyzetet. Hozzátette, hogy még egyesek ilyen fotókat töltenek fel az internetre, addig a Karácsony Gergely vezette kerület a csőd szélén áll, és hiteleknek köszönheti, hogy fizetőképes.